Személyes holmiát egy raklapra pakolva lépett ki a tiszalöki börtön kapuján Tasnádi Péter, aki reggel szabadult azután, hogy szerdán jogerősen felmentették a vesztegetés vádja alól. A vád szerint Tasnádi 3 millió forinttal akart megvesztegetni egy orvost, hogy egy ügyben számára kedvező szakvéleményt adjon. Ez egyébként Tasnádi sok ügyek közül az egyik volt. A 67 éves férfi eddig összesen 16 évet töltött fogságban. Hűtőszekrény, lapos tévé, mikrosütő, egyebek mellett ezeket tolta egy raklapon reggel 8 óra után nem sokkal Tasnádi Péter, akit barátnője várt a kapuban. Az első szabad pillanatok nem voltak fájdalommentesek. Uraim, akkor vigyék, ami a maguké. Először segíts! A Az őr eltolta a raklapok mozgatására használt kézikocsit, majd Tasnádi segítőivel bepakolt a rávárakozó autóba. Ezúttal nem nagy fekete autóval jöttek érte, hanem egy kis fehérrel. 10 éve tartott az ügy, kétszer mentettek föl, két különböző megyében, első fokon, hogy elvárható lett volna a ítélőtáblát, hogy bűncselekmény hiányában mentjen föl. De egyébként ennek nincs jelentősége, mert ma már, ugye, ha bűncselekmény hiányában vagy bizonyíték hiányában mentenek föl, ugyanúgy kártérítést kérhet az ember. Tasnádi szerint ezt az ügyet szándékosan húzták, hogy erre hivatkozva egy másik ügy miatt kapott büntetéséből ne szabadulhasson kedvezménnyel. A 67 éves férfi azt mondta, hogy a börtönben is sokszor szálltak rá az őrök, legtöbbször, ahogy fogalmazott, piti dolgok miatt. Azon házirendben, hogy élelmiszert eladni vagy cserélni nem lehet. Hát mondom, akkor hol van ebbe az, hogy én nem ajándékozhatok? Írják bele azt is, hogy nem ajándékozhatok. Hát akkor is fogok adni, hát most is adtam egy csomó élelmiszert a srácoknak, ami nekem megmaradt. Tasnádi Péter a börtönből egy egri garzonlakásba távozott. A hajdani luxus után itt fog élni egy darabig. Az összesen 16 évet fogságban töltött férfi ügyei közül a legismertebb az volt, amikor bérgyilkost küldött a feleségére, és anyósa arcát sósavval öntötte le.